Hamarosan idén is felvillannak a karácsonyi fények kalocsán. A Paprika fővárosában már nagyon készülnek az elkövetkezendő, kicsit több mint egy hónapra. Hamarosan az év egyik legszebb időszakához érkezünk, az adventi várakozáshoz és a karácsonyi időszakhoz és a karácsonyi ünnepkörhöz. Így aztán kalocsán azt a célt tűztük ki, hogy november 25-én elindítjuk ezt az adventi időszakot, advent első hétvégéjével, és tulajdonképpen igyekeztünk olyan programokat összeválogatni, amelyben minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Hogy néhány különlegességet említsek a kalocsai adventről, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egy régi elvárásnak tudunk eleget tenni, miszerint kalocsán felállításra kerül majd egy műjégpálya, ahol elsősorban a gyermekeknek, a családoknak szerettünk volna kedvezni. Itt a művődési háznak az udvarán kerül majd felállításra ez a műjégpálya, ahol tudnak majd korcsolyázni. 80 korcsolya lesz majd elérhető, és 80 korcsolya fogja tudni majd azt a mennyiséget is biztosítani, amely majd itt ki fogja tudni szolgálni a helyi igényeket. Délelőtt az iskolás és az óvodások fognak elsősorban, beépítettük a testnevelés óra keretébe, és délután pedig majd a szülők és az idősebbek, tehát akik nem az oktatásban vesznek részt. Emellett nagyon sok programmal is készülnek a szervezők erre az időszakra. 10 helyszínen több mint 33 esemény kerül megrendezésre. Lesz a sportcsarnokban egy nagy rock karácsony, egy nagy rock rendezvény, a régi októberi kalocsai hagyományos rockfesztivált gondoltuk újra, és az adventi időszakban fogjuk megrendezni. Lesznek színházi előadások, többek között láthatják majd a Diótörőt, de láthatják majd Bíró Eszter gyermekkoncertjét, és alapvetően láthatják majd a mesék a Csárdás királynőről, újévi operettgálát januárban, tehát egy ilyen adventi első hétvégét és január első hetét átívelő programsorozatra invitáljuk a kedves érdeklődőket, kézműves foglalkozások és minden sok egyéb más gyermekprogram. Természetesen az adventi vasárnapokon egyházi és városi köszöntők, ünnepi gondolatok, ünnepi gyertyagyújtás kerül majd megrendezésre, és ahogy említettem, 10 helyszínen lesznek a programok, térzeneprogramok, templomi hangversenyek, színházi termi előadások, kamaratermi előadások, sportcsarnokban történő előadások. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ilyen nagy program kínálat és ilyen nagy program kavalkád még nem volt kalocsán. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, és bízom abban is, hogy a koronavírus és az a pandémiás hullám, amiben most vagyunk, ez a negyedik hullám, ez nem fogja majd felülírni az események megtartását. Karácsonyi vásárt azért nem fogunk idén tartani, mert azt gondoljuk, hogy a karácsonyi vásárnak a méltó helyszíne az itt a főtéren lenne, az érseki palota előtt, viszont nem készült még el a tér. Fel van túrva, tehát az építési munkálatok azok folyamatosan zajlanak, reméljük, hogy egyébként hamarosan el fog készülni a tér, és azt gondolom, hogy jövőre mindenképpen oda fogunk tervezni egy karácsonyi vásár. Természetesen Betlehem városi karácsonyfa az lesz, úgyhogy ilyen jellegű szabadtéri programok lesznek, de a Sétáló utca is egyébként egy koncerthelyszínként fog működni, és a Sétáló utcában kiváló cukrászdák, vendéglátóegységek elérhetőek. A Kalocsai Innovációs Központ ügyvezetője elmondta, az adventi időszak a várakozásról szól. Ez alatt a 4 hét alatt hangolódnak rá az emberek az egyik legszebb ünnepünkre, a karácsonyra, és ebben most ez a programsorozat is segítséget nyújt majd.